nem valami előnyös itt a fény. Hogy nézzél meg? Sziasztok! Hát bálozni voltunk, képzeljétek el, az egyik barátnőmmel és az ő kislányával, majd mindjárt mutatjuk, hogy hányan voltunk. Minden esetre ez egy olyan gála volt, az Inspiráló Nők gálája, ahol olyan hölgyeket díjaztak, akik valami nagy dolgot tettek le az asztalra, például gyerekeken segítenek, vagy gyűjtéseket szerveznek rászorulóknak, de például a gasztronómia területén is, aki kimagaslót alkotott, őket is díjazták. Na erre a gálára mentünk mi el, ami jó pofa volt, meg kalandos is, mert ugye eleve azzal kezdődött, hogy nem tudtuk, hogy mit vegyünk fel Mollival. Ezért aztán ez eltartott egy darabig, mire ki is silabizáltuk, kitaláltuk, hogy mi is legyen a ruhánk, mert ilyenkor azért valahogy meg kell jelenni. És hát ami még nagyon lényeges, hogy Mollinak ez volt az első gálája. Őt még soha semmilyen ilyen gálára nem vittem magammal, igaz? És mindig szeretett volna jönni, mindig nyőztetett, hogy anya, hadd menjek már veled, én is hadd menjek. És mindig mondtam, hogy de hát kisgyerekeket nem szoktak ilyen gálákra vinni, de hát mivel most már 12 éves, most már nagylánynak nyilvánítjuk, ezért eljöhetett. Tehát ez volt az első gálája, majd mindjárt elmeséli nektek, hogy milyen is volt ez. Hát az elején nagyon úgy volt, hogy el sem megyünk, mert nem tudtam szerezni normális ruhát, aztán végül az egyik kedves ismerősöm varta ezt a csodaszép szoknyát, nézzétek meg, mennyire jó. Nagyon színes, ez tény, viszont egyszínű felsővel fogom viselni, és úgy nagyon-nagyon klassz. Szerintem most ez a divat, abszolút. Hát nem killottunk keveset Mollika ruhájával sem. Az elején fogalmunk sem volt, igaz, Molly, hogy mibe is kéne menni, mert hogy ez volt az első gálád, tehát nem tudtuk, hogy hogy legyen. Aztán ránéztünk Sárikára, aki itt áll ebben a gyönyörű ruhában, ami egyébként az én ruhám volt valamikor, amikor még rám jött, de ez nagyon rég volt már, viszont nagyon keveset hordtam, így aztán ez a ruha teljesen újszerű állapotban van. És végül hogy döntöttünk, Cica? Hogy ez lesz a ruhám. Hogy ez lesz Molly ruhája. Ezt a csodaszép tavaszi ruhát vette fel a hozzáillő kis kabátkával. Mindjárt mutatjuk is, hogy hogy néztünk ki. Sziasztok! Most elmegyünk egy buliba. Nagyon jó lesz. Ez egy ilyen díjátadó, úgyhogy nagyon sok ismert ember lesz, meg nem ismert is, szóval mindenféle jó emberek össze fognak gyűlni. Most megyünk a barátnőmért Fábián Anitáért és a kislányáért Pipiért, mert így együtt megyünk négyen. Úristen, Molly, óvatos legyél! Jó. A gyönyörű ruháddal itt nekem beletáncolsz a sárba, atya világ! Na már ilyen szépen ki. Rittyentettük magunkat, akkor nehogy már. Na, indulandusz, oké? Okay? Be a kocsiba. Na, gyerünk, bálozó népség! Mindenki nagyon szépséges. Ez az. Csak kifagy a belünk, ahogy itt sétálgatunk a Várkert bazár felé. Na, Anitán, készen állunk a bulizásra? Készen állunk, most belecsapunk a lecsóba. Picsolyok, most eljöttünk. Egy díjátadó gálára jövünk a Várkert bazárba. Inspirálnak bennünket, úgyhogy hajrá! Vannak gyerekek is velünk. Pipi, nem ülhetsz föl a hátára? Nem ülhetsz fel. Nem, pedig az milyen menő lenne már. Fú, de klassz, ez a kutya mekkora. Előbb ti ketten legyetek, Anita, aztán jövünk mi is. Fotós úr munkában. Csabi. Most kilessük a titkait, hogy hogy kell ezt csinálni. Jó vagyok. Kicsit a Csabit is veszem, mert az jól néz ki. Gyerek, már magasabb itt. Így előnyös. Még egy kicsit előbb, akkor egy kicsit előbb, valami. Az így.
jó fotó készüljön. Nagyon jó lett ez a srác, ez nagyon tehetséges. Nézzétek, nézzétek! Muti Csabi, miért csináltál? Várjál, mert így nem fókusszál kicsit messzebbre. Oda-oda. Hát milyen ügyes gyerek, mennyire szép. Nem, mert annyira gyorsan nem tudja. Így nem gyönyörű. Lesz ebből fotó. Gyönyörű. Ez nem fotó. Ja, az videó? Igen. Egyél egy muffin mókus. Van itt spenótos, meg sonkás. Tessék, jól néz ki nagyon. Hú, gyerekek, itt minden nagyon szép. Akkor nekünk oda kell. Gyönyörű. Nézzétek ezeket az asztalokat. Nagyon gyönyörű minden. Nem valami előnyös itt a fény. Hogy nézzétek meg? Jó, ide mosolyog én fogok. Hello! Micsoda ilyen lila fénnyel vagyunk megvilágítva, és itt mindenkinek olyan fura az arcszíne, nem? De... Mindjárt kezdődik a buli. Itt középen ülnek majd a díjazottak, és a rokonaik és üzletfeleik, vagy kik ülnek ott középen. Utasd létre, és a cipő, mert hogy én szándékosan a... És itt a színpad, nézzétek? Nagyon szép. Anita, muti a cipődet, Anita. Székhez öltöztem. A székhez öltöztél? Hát te nagyon menő vagy, figyelj. Én nem annyira, mert az én cipőm fekete, tehát én kirívok innen, de te nagyon menő vagy, nem komolyan. Az az érzésem, hogy Monika bevette a képon, hogy itt a székekhez kell öltözködni. Én a székekhez öltözködtem, egyszer mutatja a cipődet. Mutatom a cipődet. Én nem öltöztem a székekhez, és annyit attól fél, hogy ki fognak innen engem küldeni. Eldugom, még szerencsé, hogy hosszú a szoknyám, és így nem látszik a cipőszíne. Ezzel lesznek tele majd a címlapok. És tessék, és nem a levegőbe beszélt, tényleg ugyanolyan a cipője, mint a szék. Ezt hogy hoztad össze? Nagyon ügyes vagy. Asztal, nagyon menő. Pihentetni kell az ember lábát cipő nélkül, mert elfárad itt a sok átsorgásban. Még nem kezdődött el a díjátadó, majd mindjárt. Csak az elő tagja leszek ennek az egész esemény, csodálatos eseménynek. Azért mondom, hogy csodálatos esemény, ugyanis itt vagyok a kezdetektől fogva, ez a harmadik alkalom, hogy megrendezzük az Inspiráló Nők estét, és évről évre egyre gálásabb, egyre elegánsabb, egyre nagyobb és szebb ez az est, ez a gála. És ahogy látjuk most a színpadon, itt volt velünk az előző évben, és ott is már egy nagyon szép miniút teremtettünk itt a Várkert Bazárnak. Fantasztikus választékban voltak ezek a kicsi sütemények. Volt közöttük karamellás, málnás, csokoládés, aztán almás. Hát tényleg alig lehetett választani. Úgy gyerekek, milyen szép helyen voltunk, ide nézzetek! A vége a bulinak, este 10 óra, vagy mennyi? Most már megyünk haza, mert suli van holnap. Suli van, fázol, babám, rohanunk, megyünk. Ide nézzetek, micsoda szépségek vannak itt, a jó ég. Igenis, el kell jönni a városban sétálni, hogy az ember ilyen gyönyörűségeket láthasson, mert ha kocsival megyünk, akkor csak átsuhanunk, és nem figyeljük meg jobban ezeket a szépségeket, amik itt vannak. Micsoda menő katakombákon keresztül megyünk a kocsihoz. Ez most komolyan, ez az út a parkolóba vezet, pedig olyan, mint egy... Nem olyan, mint egy múzeum? Teljesen. De tök menő, de tényleg. De itt jöttünk. Ha menjetek, csajok. Micsoda szövevényes pincejáratok. Tök klassz. De jó. Hát ennyi volt a buli összefoglaló, gyerekek. Ennél több minden igazából nem is nagyon történt. Átadták a díjakat, ez körülbelül volt egy másfél óra. Utána megkóstoltuk ezeket a jobbofa különleges ételeket, amik voltak, persze csak módjával. És utána eljöttünk, mert hát ugye iskola volt másnap, ez egy csütörtöki napon volt ez a gála, másnap suli volt, tehát a nagyon nagy bulizásra nem lehetett itt számítani, de azért szerintem érdekes volt, meg jó pofa volt bepillantani így a kulisszák mögé. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot erre a videóra,
hogyha tetszett, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok! Sziasztok.